Szevasztok, nem sokat kellett vendégségben lenni. Már itt vagyok, akkor következő adás. Hát akkor a Cleveland, ugye, mert az már volt. Hát, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Már én nem néztem meg a Hall of Fame meccset egyébként, mert terveztem, de technikai malőr történt. Költözés van, ugye. Átvitték másik oldalra. Köszönöm szépen mindenkinek, aki támogatja a csatornát. Előfizettem mindenre. Úgyhogy most már tudom majd nézni ügyesen. Na nézzük, mi lesz ma. Várjál, kiveszem a Buffalo-t, mert az itthon maradt. Az volt már. Igen, akkor hármat túrok át, vagy akkor a maradékból. Mi jut ma? Hát lehet, hogy Cleveland. Nem Cleveland. Seahawks. Seattle-nek volt egy 9-8-as mérlege tavaly, és hát ez egy ilyen középszerű mérleg, hogy ránézésre, számok közel vannak egymáshoz, de itt mégis minden jó, ahogy Gino mondta annak idején, ugye. Persze, jók a programok, minden jó. Összeállt a szuper csapat tavaly, Carroll. Úgy volt, hogy na akkor újjáépíti, fiatal gyerekekből majd lesz, ami lesz. Hát ott végül playoff lett, kérem szépen. Meg szuper bizakodás. Úgyhogy veterán edző boldogan fut az oldalvonal mellett, nem idegességében. És hát draftolják az ifjú titánokat non-stop. Akik jól játszanak, a mások is draftolnak azért játékosokat, azok nem válnak be, de Seattle ügyek, ezek beválnak, kérem. Ügyes gyerekek voltak tavaly, idén még ügyesebbek lesznek. Hát szabad olyat csinálni? Újra. Megtörténik, hallod, összehozták maguknak. De az volt a terv, hogy jó, hát majd most injekciózzák be a tehetségeket, és akkor lesz egy Charlie Whitehurst, így az irányító poszton, akivel nem lehet nyerni, de egyébként meg bizakodás, hogy majd egyszer eljutnak oda. Hát eljutottak oda első évben, Gino-val lehet nyerni. Úgyhogy nyertek, erre ráépítenek nagyon keményen, és hát értelem akkor már hát alig marad előttük valaki az NFC erős sorrendben. Hát micsoda csodálatos dolog, ami arrafele folyik. Tavaly is, és idén is negyedik legjobbnak választottam a draft class-t. Az összekombinálod, az már lehet, hogy majdnem első. Nagyon ügyesen felhasználják a pikkeket a Broncos-tól, amiket küldtek oda Russell Wilson-ért. Eközben win-win csere? Hogy érzik Denverbe, megérte? Vagy jobb lenne náluk lenne a Tarik Woolen? Idén a stáb nem változik Seattle-ben a legfontosabb posztokon. Vezetőedző, koordinátor, GM, hát ez miért változna? Fontos távozó a keretből nincs. Ugye hát itt fontos a siker csapatnál, hogy nem már itt összeroppannak. Hát azért ki kellene bírni, hogy elmegy a Rashad Penny. Már bocsánat, itt van helyett rendőrkutya tudna futni. Puna Ford, hát azért jó volt, de... Nagyobb baj azért ne legyen. Ryan Neal, hát hogy bevált a semmiből? Azt mondták neki, Ryan, figyelj, itt annyian vagyunk, annyira ügyesek vagyunk, menjél, keres valami csapatot magadnak. Megtarthatnánk olcsón, de én gálánsan átengedünk a Tampa Bay-be. Focizzál ott? Hasonló képességük, ezek megtalálhatók itt Seattle-ben. Hát ugye gazdagság van. Kerítés, kolbászból. Meg a Cody Barton, hát egy korrekt játékos volt, végülis bekerült a kezdő csapatba. Tavaly nem tudom kitalálni, ki lesz a kezdő. Ő lett, jó van, mind helyett jött jobb. Hát ez itt a lényeg, hogy elmentek az ön páron, hát így felismerhető játékosok azért, de hát minél van jó. Kiemelt szerepben Bobby Wagner, ugye Win Now, eltévesztette az ajtót tavaly. Visszajött Bobby. Szóval, hát jó, hát a Cody Barton milyen aranyos volt, ugye bekerült a csapatba, küzdött. Jó, hát az inkább a Bobby játszott, nem? Még a szentimentális is azt mondja, akkor az előrelépés. Jaron Reed, ismert, errefele is, focizott már. Ő is belül van a falban. Kibírják, hogy elment a Puna. Meg ugye Draymond Jones-t leigazolták, aki egy keresett figura volt, szintén Denverből, menekül. Azért elég jó pénzt keresett, kereshet. A defensive tackle az nyilván az olcsón nem ír alá. Egy ilyen ligában élünk, nem a quarterback-ek ligája, a defensive tackle-ök ligája. Szóval az neki kellett pénzt adni, de hát előrelépés bizonyos tekintetben, amennyiben belső penetrátort keresel. Csoportban nem ő a legjobb, de várják az előrelépést. Nem vált be a Shelby Harris, ugye. Rájuk lőcsölt a Denver. A másik irányba se vált be egy játékos, akit meg a Seattle küldött oda. Neveket nem mondunk. Meg ugye jött a Julian Love olcsón. Tehát ez is nyilván generálta azt, hogy elengedték a Ryan Neal. Szóval
mondhatni, hogy a legfontos, nem a legfontosabb, de az az első, amivel kezdődik, ugye, hogy akkor gyengült-e a csapat, elmentek-e, nem mentek el, hanem akik elmentek, annál jobb érkezik a pályára. Ja, rendben. Akkor egy előrelépés néz ki. És Gino is aláírt, mert ugye lejárt a szerződése Gino-nak. Jó, hát hova akarna elmenni? Ennél jobb helyet nem talál, tény, de hát ugye ilyenkor mindig bejátszik a pénzéség, ugye. Voltak ajánlatai? Maradni akar Gino, Seattle is akarta maradjon. Itt van, és nem szakadt át a fizetési plafon. Pedig hát ilyen performance után, hát annak idején még kéregette mindenki a rekordszerződést, Gino nem volt mohó. Jövőre is még egy közepes szinten áll a Seattle a várható költekezést illetően, szóval nem bénultak meg idén, nem bénultak meg jövőre, minden jó, ugye hát ő is elmondta. Harmadik szezon az olyan sokára lesz, hát az aki érdekel, hogy akkor mi lesz, de hát. Addig még egy-két szerződést megköttetik valószínűleg. Hatalmas bravúr, megcsinálták ezt a szerződést, mert nem szokás quarterbacknek aláírnia egy közepes fizetést garantáló szerződést. Gino meg is csinálta mégis, úgyhogy egymásra találás, boldogság. Tavaly ugye volt playoff. Bejutottak kis szerencsével, az kellett segíteni másoknak. Úgyhogy a 9. legtöbb pontot gyártották tavaly, védelmük 25. volt. Na most mind a kettő javulni fog játékos anyagban. Most nem tudom, hogy akkor többet csinálnak-e, meg kevesebbet kapnak-e, de alapvetően, hogyha ránézünk a jelenlegi játékos anyagra, mind a kettő erősebb, mint tavaly. És azért a 25-ből előre lépni, az nem akkora nagy varázslat, ugye, de mindenképpen meg kell történnie. Az, hogy a top 10-es legyen megint a támadó egysége, nyilván erősen quarterback függő, de egyébként meg offenszben nehezebb előre lépni. De hát ott már elfogadod a stagnálás, nem? Tehát, hogy tavaly is 9-dik, most is 9-dik. Az úgy jó lenne, de ugye tavaly rookie offenzív tekülök voltak, akik már dörzsöltebbek egy évvel, tudják milyen az lejátszani 20 meccset. Szóval a kezdeti fájdalmak elmúltak, ilyenkor fejlődni szoktak a játékosok. Van, aki visszaesik azért, de hát nem ebben gondolkodnak, hanem hogy jobb lesz Cross is, Lucas is. Lehet, hogy csak kicsivel, lehet, hogy jobban. Lucason sokkal nem lesz már valószínűleg jobb, de Cross azért mégis korán lett kiválasztva, neki ezért kellene fejlődni, és akkor az megint csak segít rajtuk. Illetve maga a fényben járó penge Jackson Smith and Jigba is beáll. Rendbe jött a combhajlító izma. Tavaly egy évig kezelték az Ohio State-nél, nem tudták eldönteni, hogy akkor most mit csináljanak vele, hogy ne fájjon neki. Hát ne edzél. Ja, jó. És akkor így megoldódott. Jackson Smith, zárójel and Jigba. Hát az év újonca jelölt. Ahogy tavaly K9, Kenneth Walker is az volt, ilyen suranó pályán, hogy hát van olyan forgatókönyv, hogy ő lesz az év újonca, azért Pengének is megvan erre a lehetősége, hogy ő lesz, de hát nyilván itt quarterbackekkel versenyezni, ajjajjaj, meg futóval. Nem könnyű, de hát hogyha csak azt veszük, hogy ki focizik a legjobban, nem pedig azt hagynak, aki kapja a díjat, akkor azért benne lehet, hogy ő viszi el. Mert ez a fiú, hát elájulok, akárhányszor megnézem, hogy milyen jól bír elkapni labdát. Tavaly nem volt ilyen, újonc gyerek, aki tehát alig vártam már kezdődjön a szezon, első körben ugye sokakat kiválasztottak, hát nagyon ügyes volt az Olave, ugye, meg a Garrett Wilson is, de azért a Smith & Jigba jobb náluk. Nem is őket választották ugye elsőnek, hanem a Londont, ott nem volt bennem ez az érzés, de ugye amikor Jamar Chase jelentkezett a ligába, akkor az így vártam már, hogy na, hát az ilyen manusok miatt kezdenek el az emberek NFL-t nézni, meg ott maradni, meg szurkolni, és akkor itt van Smith and Jigba, aki most hasonlóan izgatott vagyok, hallott, hogy ez a fiú, ez majd megbolondítja a mezőnyt. Vagy érted, az első edzésen oda megy, és megmutatja DK Metcalfnek, hogy hát fiú, ez nem útvonalfutás, amit te csinálsz. Megmutatom, hogy kell kapni a labdát. Úgyhogy rendkívül magas szinten kellene, hogy elkezdődjön már az ő karrierje a korábbiak alapján. Reméljük, hogy egészséges marad, és akkor elképesztően szórakoztató kis fotball lehet ebből. Mert hogy eddig két elkapós csapat volt ez a Seattle, amivel azért nem lehet boldogulni, hiába nagyon-nagyon magas szinten vannak az említettek, de így hogy mostan van három figura, akit azért borzasztó nehéz levenni. Mindenhova kell járnia a személynek, a védőknek kaméleon módjára.
Annak jár úgy, igen. Meg még akkor jön a K-Dub is, hogyha egyszer meggyógyul. Hát milyen jó lesz már ez a támadás? Azt mondom, hogy stagnálás is elfogadható, de az egyik-másik meccsen azért biztos, hogy megszórják az ellenfelet. Nézd meg ezt a Gyülevész Rams védelmet, érted, vagy a Kárc. Hát ne bocsássatok már meg. Ketten együtt összekalapálnának egy közös csapatot, hát még azokra is rá kellene írni nagyon sok pontot. Úgyhogy ebből még kiszakadhat a Gózsák gyakran. Azt azért szeretem nézni, amikor tudnak támadni. A defense az elég pehelysúlyú, mondjuk. Futásnál szerintem bajba lesznek. Ami egy 49ers-szel súlyosbított csoportban kellemetlenül hangzik. A playoffban meg ott lesz az Eagles, már most bejutottak, igen, hivatalos nekik, meghúzták a vonalat, meg a Lions leginkább, hát ők is akarnak olyat csinálni. Szóval lehet ám, hogy itt egy darab igen-igen csúnya meccsel ér majd véget a szezon a Seattle-nél, mert az nagyon könnyű elképzelni, de előtte rengeteg örömet fog okozni ez a csapat. Azoknak, akik nézik, kimennek, szurkolnak nekik. És hát ott a közvetlen élmezőnyben undorítóan rossz meccsapok vannak, tehát azt azért látni kell, hogy az NFC nagy részét azért aránylag könnyen lekönyöklik majd, de hát aki jól tud focizni, az kellemetlenül jól tud ellenük. Bobby Wagner nyilván lendít valamennyit, azért azt nem szabad alábecsülni, még azért ebben a korban is. Talán azért még helyezkedni tudsz, Bobby? Ja, megnézzük. Erre jön-e a támadója? Igen, erre jött az én zónámba. Szóval az jó lesz. Jamal Adams. Hát nem valószínű, hogy ő lendítene. De hát még az is lehet. Azért ne zárjuk ki. Játszott ő egyszer jól. Még mindig itt van a Jamal. Itt van. Nem lenne nyilvánvaló. Kezdőcsapatba bekerül? Teljesítmény alapján nem biztos. Neve miatt igen. Aztán meg lehet jól játszik. Hát az meglepne, mi? Kemény lenne, de... Láttunk már olyat, valaki rájön. Coverage-be van, lehet jó éve, érted, oda pattan egy-két labda. Vagy még kierőszakolja. Jobb játékosok körülötte, hát még könnyű is jobban játszani. Meg egészségesnek maradni, az nem könnyű. Akkor itt van Spoon, egy rookie corner, de hát a liga legaljasabb fajtájából. Még a szünetben a WC-n is idegeli az ellenfelet. Izgalmas játékosok. Mondjuk az, hogy Tarik második szezonjára fejlődik-e, vagy csak véletlenszerűen jött neki egy bolond jó év újoncként. Mind a kettőre van példa, vagy esély, szóval azt azért így nem mondanám ki hivatalosan, hogy volt Tarik innentől kezdve, hát kizárja az embereket az oldalán, de hát még az is lehet. Inkább azért oda kell figyelni, nem véletlen hozták ide Witherspoont, aki azért stabilabb erényeket csillogtatott, mint cornerback. Még hogyha kicsi is, csórikám, de hát ezt kompenzálja agresszivitással. Carroll elfogadja az ilyenfajta gyerekeket. Szóval itt a védelem is izgalmas. Elsülhet ez igen jól, de elképzelem azt is, hogy van egy kis visszaesés egyik-másiktól, hogy van egy kis fejlődés, és akkor a fejlődés az kicsivel több lesz. Megérkeznek mondjuk a középmezőnybe. De kell fejlődni. Vannak ott fiatal gyerekek, nekik előre kell lépni. Ugye a menetrend az olyan, hogy lesznek tesztelve, de azért így is kellene nyerni, mert a tűzerő az egész jó. És akkor ott kicsit puhább talajon vannak, nem kell azért megváltani a világot. Már csak akkor quarterback kell? Vagy megvan? Akivel bajnokságot lehet nyerni? Hát ezt senki nem tudja. Októberben lesz 33 éves Gino. 3 évre ért alá $75 millió. 17. legjobb fizetés az övé, momentán, Burrow előtt. Még nem írt alá Burrow? Nem. Most más baja van. Jövőre lehet amúgy beelőzi a tagovailoa is, hogyha adnak neki szerződést, meg a Trevor, ha nagyon sietnek a hosszabbításával. Szóval a mérlegük az tavaly középszerű volt, ugye 9-8. A fizetése az irányítónak szintén középszerű, de Geno Smith jobb annál, mint egy középszerű irányító, kérem. Aztán lehet, hogy ez azt jelenti, hogy innentől kezdve egyik évben jó lesz, másikban rossz lesz. Annak nem örülnél annyira, de benne van. De az is lehet, hogy stabilizálódik a formája, mert a stabil mért számokban jó teljesítményt nyújtott. Nem kellene meghűlnie a következő évre, mint hogy a Jetsnél azért volt olyan egy-egy jobb performance után, akkor jött a rosszabb, de hát az már pattintott kőkorszak előtt volt. Úgyhogy itt
Szuper stabil Ginóra lehet számítani. Tavaly a szezon második felében már nem jöttek a kiemelkedő meccsek. Ahogy ott elindult az ősszel az ő fotballja, hát mindannyian tátott szájjal néztük ki ez a csávó. És azért az aggasztó, hogy november, december, januárban már inkább volt középszerű, meg hát távozott a quarterback edző Tampa Bay-be. És a szezon egészét nézve, hát ilyen top 10 végi teljesítményt kaptunk tőle. Azt úgy aláírnák nyilván minden évben. Russell se volt olyan sokszor jobb annál. De most nyugodtabb lehet Gino, mert övé a csapat, és nem két elkapója van összesen. Tavaly azért nyilván benne volt a félsz, mert egyrészt ott volt a Drew Lock. Hát folyamatosan mondták, hogy verseny. Még hogyha meg is nyerte magának a kezdőt, hát olyan sok rossz meccset nem lehet egymás mögé pakolni, mert jön a Drew Lock. Ki tudja, az öltözőben mi hangzott el. De ez nem volt Gino csapata. Úgyhogy ez valamelyest a nyugodtság az jó hatása is lehet a játékára. A nyerő közeg miatt elvárás, hogy azért a playoff mezőnybe vigye be a csapatot, és erre képesnek kell lennie. Abban már van kétség, hogy a nagy meccseken majd fej-fej mellett harcol a legnagyobbakkal, vagy sem, de hát az NFC-ben nem sok elit irányító van, lehet, hogy egy sincs. Másrészt annó Russell Wilsontól se azt kérték, hogy akkor nyerje meg a meccset. Kapunk majd példát rá, hogy ez a Seattle ez mire lehet képes egyenes kieséses szakaszban, mert játszanak erős csapatokkal. Az AFC észak ellen lesznek meccsek a szezon első felében. Nem tudjuk, hogy a Deshaun Watson éppen milyen irányító lesz, de tegyük fel, elit teljesítményt tesz le, akkor az egy jó teszt lesz. Nyilván Lamar izgalmas, hogy milyen lesz, de hát alapvetően jó képességű Joe Burrow meg Joe Burrow, tehát az egy tiszta példa lesz rá, hogy akkor most itt komolyan kell venni a liga teteje ellen a Seattle-t vagy sem, de szemben jön majd a Lions, jó, hát ők a Gaffal, de hát akkor is ők a Lionsért, tehát az rettegni kell. Cowboys, Eagles, szóval a közvetett riválisok ellen már alapszakaszban látjuk, hogy a Seahawks egyenrangú kihívó, akikről most úgy beszélünk, hogy hát Super Bowl esélyes talán, vagy egy szinten lejjebb van a Seattle, és az is fontos, hogy Gino miatt vannak-e ott. Hogy kikaptak 44-43-ra, hát jó, az azért nem olyan rossz jel, hogy a playoff előtt egy-két hónappal, mert az még összeállhat. Olykor előfordul, hogyha azt látod, hogy Gino nem tud versenyezni a Burrow-val, meg a Jalen Hurts-el, hát akkor széttárod a karodat, ugye? De hát ennyi pénzért még így mindig jobban jársz, ugye? Ha kevesebbet dobna a védők felé Gino, akkor jó esélyük van. Tavaly nem éltek a védők a lehetőségekkel, irányukba menő ballonok. Általában földön kötöttek ki. Szóval még egy ilyen hasonló performance Gino Smith-től, mint tavaly, bizonyára több labdavesztést okozna, hogyha ugyanazzal a gyakorisággal célozza meg az ellenfél játékosokat, akkor nehéz lesz javítani a mérlegen. De ezt jóvá tette utána bravúras megoldásokkal, szóval az meg úgy rendben van, hogyha a szezon egészét nézzük. De hát most minden csapatnál ugye komoly elemzés lenne, hogy hát több jót kell csinálni, kevesebb rosszat kell csinálni, ugye? Hashtag analízis. Gino esetében a sokkal jobb játékra nincs szükség, hogyha pozitívumokat nézem. A közeg körülötte kicsivel jobb lesz, mondjuk, már kitalálták, hogy hogyan is akarnak játszani, megvan a bizalom, úgyhogy nagyon nem kell építeni már. Viszont, hogy kevesebb hibát rakna bele, akkor meg lazább győzelmek is esetleg benne vannak. De hát ez főleg majd a nagy derbiken lesz kérdés, hogy most akkor vele mi van? Mert ez az egyéves minta, amit a Seahawks mezében láttunk, ez köszönő viszonyban nincs azzal, amit korábban a Jetsnél bemutatott. És ilyenkor azért teljes magabiztossággal nem lehet rámondani, hogy hát innentől kezdve ugyanazt a játékost fogjuk kapni, mert senki nem garantálja. Lényegében példátlan az, ami a Geno Smith-szel történik, úgyhogy történelmi összehasonlításoknak amúgy sincs sok helye ilyen esetben, de ez végképp egy új út, amin a Seattle jár, hogy feltaláltak egy ilyen irányítót. Jó, mondjuk a 90-es évekkel bezárólag
még ott azért sok ilyen volt, hogy ide-oda dobálgatták az irányítókat egymásnak, aztán hirtelen kifutott egyik másikból komolyabb irányító teljesítmény, de az megint csak marhára nem releváns így napjainkban. Szóval érdekes ez a Seattle-i csapat, érdekes Gino, de nem katasztrófa turista szinten érdekes, mint ahogy tavaly azért sokan azt gondoltuk, hogy na hát ezt nem lesz szép nézni. Most nagy esély van rá, hogy ezek igen-igen szépen jól fognak majd fotballozni. És hát a Legion of Boom azért nem áll össze, hogy teljes mértékben ugyanúgy nézzen ki a csapat, mint 10 évvel ezelőtt, hanem inkább ez egy támadásra berendezkedő gárda, ami hát a modern kornak megfelelő. Összeálltak a dolgok. Sok-sok év szidás Schneider irányába, Carroll irányába, de megújultak, rájöttek, kicsivel több tehetség támadójátékba. És akkor, hogyha az liga elit, akkor elbírnak egy nem van erős D-t. Ami meg fiatal, fejlődik, hát ki tudja. 10 éve ez pont fordítva volt, hogy a védelmen senki nem jöhet át. És akkor közben meg ott a fiatal aranyos támadó gyerekek meg majd valahogy megcsinálják a pontszerző drive-okat. Óvatosan, konzervatívan. Az működött, most meg már más időket élünk, ehhez jól alkalmazkodott a Seahawks. Elképesztő átépítés egy-két szezon alatt. Nem nagyon látod erre a másik csapatoknál, hogy ez ilyen jól sikerülne, ilyen hamar. Mert amihez hozzányúltak tavaly, szinte minden sikerült, és idén ugyanez van, ami a holt szezont illeti, átigazolások, draftolás. Hát óvatos taps. Éme a megálmodott felállás, nem kell nagy képzelő erő a kezdőcsapatnak a kitalálásához szerintem. Tavaly azért több kellett hozzá. Geno Smith boldogan mosolyog az irányító helyén, nincs verseny, nincs esélye Drew Locke-nak, innentől az ő csapata. Hogyha nem is lesz olyan szintű, mint tavaly, azért a liga első felében minimális elvárás, hogy eljusson ezzel a személyzettel, szóval legalább 16. irányítónak, hogyha mondjuk befutna, akkor azért nagyon nem húznánk a szánkat, azzal még úgy ki lehet egyezni, de azért rosszabb ne legyen. Lockon kívül csak Holton Ehlers van a keretben, úgyhogy itt letisztázódtak a szerepek. Ha csak össze nem töri magát valamelyik csere a preszezonban, akkor hát lehet, hogy így maradnak most már. Lock cserének megfelelő, nyilván kezdő csapatba senki nem akarja látni. Kenneth Walker kicsit rosszul van, vagy Kenny Walker, vagy K-Dub, K9. Várom idén, milyen becenevvel jönnek majd elő arra felé. Kapott egy Charbonnet maga mögé, mint váltótárs. Annyira nem várta, hogy ez így legyen, de Seattle-ben úgy döntöttek, hogy ezért egy darab brutális erőfutó helyett mi lenne, hogy akkor kettő lenne. Mert hát ezek olyan strapabírók, ugye? Na, most mind a kettő sérült egyébként az edzőtáborban, ahogy azt mindenki tudja. De majd a tétmecsekre felépülnek, és jól futnak a labdával. Nehéz leszerelni. Áttúrja magát az összes szerelési kísérleten, amit csak lehet, az beletesz Walker, és akkor itt van helyette Charbonnet, aki bejön a padról, és ugyanezt csinálja. Azért nem olyan gyors, teszem azt hozzá, mint K-Dub, úgyhogy én azért reménykedek benne, hogy Walker többet kap majd a labdákból, és nem ilyen 50-50-ben gondolkodnak Carrollék, inkább legyen mondjuk 62% minimum, amit Walkernek odaadnak a snappekből. DJ Dallas, Mr. Excitement még elérhető, hogyha be kell jönni harmadik dánon, de már őt is upgrade-elnék, mert leigazolták ugye Kenny McIntosh-t Georgiából, aki kicsi, lassú, nem túl fürge, hát muszáj volt elhozni, úgyhogy Dallasnak ő biztos el akarja venni a munkáját, de hát nem kellene, hogy ez megtörténjen ilyen fizikai paraméterekkel, amikkel ő bír. Nettó pazarlásnak érezném, ő valaha bemenne a pályára, de hát sajnos én Dallasnál is így vagyok. Annyira azért nem rossz a keze K-Dubnak. Pihentetés jelleggel le lehet hozni, arra bemegy a Charbonnet, harmadik Dánra meg, hát akármennyire Dallasosak ezek, én inkább mennék a Kenettel. Tudom, nem fognak. Elkapó sorba természetesen Smith and Jigba a kezdőcsapatban debütál. Már mondtam, végtelen mennyiségű elkapást várok tőle. Összes célbavételnek 150%-át megfogja. Még az is a Lucketnek meg még azt is lehúzza előle. Lehet némi féltés Lackett irányába, hogy hogyan bírja már karrierje ezen pontján az ütéseket, meg a fizikális futballt, azért ő szereti keresni az oldalvonalat.
De hát, hogyha kihúzza a szezont egészségesen, akkor tudjuk, hogy magas szintű fotballal örvendezteti meg a csapatát, Metcalf pedig Metcalf, neki már nem kell a játékán nagyon variálni. Nem tudom, mennyire lesz jó hatással rá, hogy Smith Njigba a pályán van, mert hát ő egy célbavételi mágnes, de Metcalf lehet, hogy könnyebben tudja majd üresre játszani magát. Noah Fant igazából luxus pick, fölösleges túl erőltetni a tight end játékot, jobban állna nekik, hogyha Disley lenne, és ott kimaradna a disztribúcióból. Nem érezni azt a egyszeri play caller, hogy a tight endet elküldje útvonalra minden áron, de hát Fentnél ugye muszáj ezt csinálni. Valahogy hozzákeveredik a labda, akkor nyilván nehéz levinni, de nem kellene, hogy fontos része legyen a támadó játéknak. Valami extrát megcsinál, akkor úgy örülnek, de maradjunk ennyiben. Az elkapó cserék azok, akik érdekesek. Egyrészt ugye Eskridge mindent megtesz, hogy kikerüljön a csapatból, ligából. Azért nem könnyű itt az NFL-ből kirúgatni magadat, de azért a pályára ne nagyon menjen már Eskridge. Mert jött az én kedvencem, az egyik támadó UDFA-k közül, a Matt Landers. Megint kezdem az UDFA-kat? Kezdem. Fogok a védőknél is beszélni róluk. Landers. Érthetetlen, hogy miért nem draftolta senki. Remélem, hogy majd oktatja a fotballt a preszezonban. Alig várod, már nézzük. Minimum a Derrick Youngot be kellene, hogy előzze a depth charton, aki hát talán most ilyen negyedik, ötödik. Eskridge nem számít, ugye, mert őt most eltiltják. De egyébként hát szuper pozitív vagyok, hogy Landers egy használható játékos lesz. És itt azért koldulták az elkapó játékosoknak a beválását hátsó körből az elmúlt években. A támadó falban egy új arcon ugye center, Evan Brown, aki tavaly muszájból került oda a detroiti pályára, és hát annyira jól dolgozott, hogy kapott egy új kezdő szerződést máshol, nevezetesen Seattle-ben. Nem fog felfelé kilógni a többiek közül, de korrekt iparos munkára képes. Én személy szerint nyilván annak szurkolok, hogy személyes kedvencem a sokat csúszó Oluwatimi hamarabb pályára kerüljön, mint azt bárki várná, aztán ott harcoljon a kezdő center posztért. Nem fog, mert ez Brownnak lesz a munkája, de ha sérülés van, akkor nem lepődnék meg, hogyha Oluwatimi ugyanazt hozná blokkolásban, felvenné azonnal a játéksebességét, és lehet, hogy kommunikációban lenne már olyan gyors az első néhány meccsen, de hát ezért vannak a meccsek, hogy belerázódjon. Szóval tetszik a mélység, nem tudom, Oluwatimi tudna egy csere gárdot is játszani, ha esetleg muszáj, de arra ott van a Bradford, aki szintén első éves, ő is egy jó húzás volt egyébként, hát padra nem akarsz jobbat, képességei alapján Haynes vagy Lewis sem jobb nála. Úgyhogy itt bebiztosította magát a Seattle aránylag. A rutin az nem nagyon van, aki bejönne a padról, de a képességek azok jók, a superstar teljesítmény az meg a szélről jöjjön. Most nem a másodévesek fogják megadni a superstar teljesítményt, de majd egyszer. Bíznak benne, hogy majd megjön. A szélen Forsyth vagy Curran van még, hát szintén ugye fiatal versenyző, egy fokkal idősebbek, mint Cross vagy Lucas, szóval azért baj lenne, amennyiben valaki hosszabb távon lemarad, akkor már el kell kezdeni turkálni a free agent listákat, reméljük a legjobbakat. Ugye tavaly Cross és Lucas ahhoz képest, hogy újoncok voltak, jók voltak, de liga szinten azért nem voltak jók. Tehát itt ez egy középszerű bagázs, amit rá lehet mondani, semmiképpen sincsenek ott a liga tetején, meg a top 10-ben sem. Abban lehet bízni, hogy ugye a fiatalok azok nagyobbakat lépnek előre, mint azt az átlagos másodéves szokta. Védőfalban azért volt választék, hogy most kit rakjak be az edge posztra, Novosu a nyilvánvaló, és végülis Boye Mafével mentem a másodévessel, de ugye ide is hoztak egy második körös Derek Holt Auburnből, aki hát kicsivel hasonló profil, mondjuk az, de fiatalabb, magas szinten edződött, pass rush-ban kiemelkedő. Nyilván az, hogy most kitírnak be a kezdőcsapatba, meg az, hogy ki hány snappet van a pályán összességében, az nem ugyanaz. És itt azért rendesen bebiztosította magát a Seattle, hát ezen a poszton is. Mindannyian azért hasonlóak. Tehát Novosu is pehely súlyúnak számít, Maffé sem a legnagyobb, és Derek Hall sem. Ezért mondtam azt, hogy azért futásnál itt nincs meg az a játékos, akit nagy örömmel beküldenél. Nyilván Mike Morris, akit kiválasztottak, vagy a Mario Edwards, ez az ember, de hát ott nyilvánvaló, hogy amennyiben őbe megy, akkor meg pesztrás nem igen lesz. Daryl Taylor továbbra is még, ugye itt van, tart a szerződése.
megfelelő, kiegészítő ember. És akkor hirtelen már nagyon sok játékosnál tartunk. Jó, lehet, hogy a Mario Edwards már kivágásra kerül augusztusban, mert annyira messze van a top teljesítményétől, de alapvetően, ha csak a neveket kezdjük el számolni, akkor egy igencsak bőséges pass rush repertoár, ami a Seattle-nek a rendelkezésére áll. Belül Reed mellé Draymond Jones áll majd, szóval ott van egy új arc, Reednek még a régi mezét megtaláltam. Jones adja a pass rush-t belülről, úgyhogy itt minden irányból jönnek majd az irányítóért. Nem kell valószínűleg sok blitzelőt ráküldeni, mert megvan a tudás ahhoz, hogy akár négy emberrel nyomást tudjanak generálni. Jóval aggasztóbb az, hogy mi van, amikor futni akar az ellenfél. Nyilván Reed nem lepődik meg ezen, de ugye Money maradt, aki hát beállt olykor a nose tackle helyére, ugyanez a Mice Adams, illetve hát az a Cam Young, aki az egyetlen olyan draftoltjuk volt, aki egyáltalán nem tetszett, és sose engedném pályára. És azt mondták, hogy valami 20 fontot hízott már, úgyhogy most már 320 fölött van, és akkor kevésbé zavaró, hogy nem tud mozogni. Kíváncsi vagyok, hogy ebből lesz-e valami, mert ott a college felvételeken ő meglepően gyengén teljesített, és egy félre castingolt nose tackle-nek láttam, de hát hogyha még jobban megnő, akkor az egy problémát már megoldana, már csak erősíteni is kell. Szóval ezért azért kell aggódni, de majd jön Bobby, aztán leszedi a futót minusz yardon, ez itt a terv. Hihetetlen magas szinten teljesített még tavaly is a Ramsben Bobby Wagner, úgyhogy hát ezt várják, hogy ez megtörténjen újra. Seahawks mezben nem gondolnám, hogy túl sok lépést el fog veszíteni itt a hátralévő időben Wagner, úgyhogy amíg ő vállalja, addig bizonyára komoly teljesítményre lesz képes, ezáltal Brooks mellette kevésbé stresszes melót kap, könnyebb lesz neki jól kinézni, és ez az ő játékára is javulással lehet, de hát, ha nem is hatalmas, akkor kisebb javulás is már elfogadható, mert Brooks kinőtte magát egy korrekt linebackerré. Devin Bush-t leigazolták itt a tehetségmentő kampány jelleggel. Ugye atlétának ő megfelelő, de hát a pályára csak akkor menjen, hogyha nem érnek rá a kezdők, és akkor itt majd most foglalkoznak vele. Hogyha Bobby Wagner mellett kell játszani, akkor azért talán a Devin Bush-tal is lehetséges egy értelmes defense-t lefuttatni, de ez inkább az álmodozás kategória, mert Bush eddig akárhol játszott, rosszul játszott, hiába az első körös pedigré. Egy három safety-s felállással jövök, ami a secondary-t illeti, hát ami kicsit az egy csalás, nem ez volt a legjellemzőbb, de azért láttunk olyat. Jamal Adams, hát egy eleve minden poszton bevethető, eleve közelebb van a linebackerekhez, mint az átlagos safety, úgyhogy hát őt beraktam nyilván, mert muszáj játszatni ennyi pénzért, hogy mennyi hasznot csinál majd, az érdekes dolog, de hát nem volt az mindig így, hogy Jamal Adams a liga legrosszabbjai között legyen, sőt volt a legjobbak között, most hogyha visszatalálna a helyes útra, legalább valami szolid kezdő játékot letenne, akkor azzal már kiegyeznének, aztán előbb-utóbb csak letelik a szerződése. Dix mindig hozza magát, úgyhogy rá se kell nagyon sok szót vesztegetni, még a kora alapján sem kell elindulnia lefelé. Julian Love pedig olcsón érkezett, és hát ő azért a húzó nevek közé tartozott a Giantsnél, akkor is, amikor jók voltak, akkor is, amikor rosszak voltak. Úgyhogy bizonyára itt is hasznára lesz a csapatnak a sok oldalúságával, bármelyik safety helyre odaállíthatott, bármilyen rendszerbe, mert ő már mindent látott, meg a slot helyén is tud védekezni. Úgyhogy egy remek safety. Nem hittem, hogy pont Seattle-be fog aláírni, de ha ennyit kell csak neki kifizetni, akkor ez egy jó döntés. Love pedig valószínűleg azt is számon tartotta, hogy hol van a legtöbb esélye a győzelmeket számolgatni, és itt azért egész jó van. Van azért konkurencia, de hát ilyen tudású játékosnak nem számít a konkurencia, mert úgyis a pályán lesz. A két szélen egy első meg egy másodéves corner, ez a legtöbb esetben öngyilkosságnak hangzik, de itt bíznak benne, hogy csapat erősségeiről lesz szó, mind Vullen, mind Witherspoon esetében. Kellemes meglepetés volt Vullen 5. körből, mint szuperatléta, fotbalozásban sem vallott szégyent. Witherspoonnak a foci az eddig is jól ment, majd most meglátjuk, hogy a fizikai korlátain át tud-e lendülni a legmagasabb szinten. Seattle-ben azt gondolják, hogy igen, különben nem vitték volna el a top 10-ben. De itt is egy nagyon mély kispadról lehet beszámolni. Kobe Bryant tavaly
szintén mutatott életjeleket, de hát azért szerintem ő nem a kezdő potenciál. Michael Jackson, meglepetésre, végig focizta az idényt, hiba pontnak nézett ki azonnal, ahogy elkezdődik a szezon, hogy na hát akkor őt kellene támadni, de hát túlélték. Szóval élni fog a bizalom, és hát azért Jackson az a fajta játékos, aki nem kellene, hogy megsértődjön, hogyha visszaesik a játék ideje. Trey Brown már el tudom képzelni, hogy a waiver felé fog majd orientálódni, nem kerül semmibe, szóval azért meg lehet tartani, de el tudom képzelni, hogy máshol több játék lehetőség jutna neki. Jerry Creed, egy draftolt safety, New Mexico-ban igen jól focizott, de hát ugye az eléggé alacsony szint, hogyha a sérülés bogár az megérkezne, és neki kell már bemenni, talán még akkor sincs olyan nagy baj, hogy a körülötte rátermettek vannak, és akkor a nagy kedvencem az UDFA-k közül Ty Okada. Montana State szupersztárja, gimnazistaként még irányító, egyetemen safety, slot védő, blitzelő, special team mag. Borzasztó csalódott lennék, hogyha nem kerülne be a keretbe, és hogyha nem kerülne be az aktív keretbe, hogy hát legalább azért a pantert próbálja meg leszedni, de hát egyébként meg a slot helyén is lehet keresni valója, hogyha valami ortodoxabb felállással mennek. Úgyhogy hát óriási okadás vagyok. Mozgékonyságban, fürgeségben nem volt a drafton olyan defensív back, aki nála gyorsabban tudna kis területen mozogni. Szóval remek volt a füvön, és remek volt az edzőteremben. Ez egy elég jó kombináció nekem, hogy elhiggyem, hogy egy sikeres defensív back lehet belőle. Remélem, hogy tényleg megkapja a bizalmat, és nem csak camp buddy-nak van ott. Különben leveszem a kezem a csapatról. Szóval ez így összességében nagyon sok bevált játékos, és nagyon sok még fejlődésben lévő fiatal tehetség, aki a jövő ligájának meghatározó embere lehet. Hát micsoda csodálatos kombináció ez. Komoly ömlengés végén azt látom, hogy 8,5 győzelem csak Seattle neve mellett, amire fogadni kell. Hát nem könnyű a menetrend, azért azt nézzük meg. Úgy kezdődik, hogy Rams, felhozó mérkőzés, utána rögtön irány Detroit. Kemény lesz. Carolina, aztán New York Giants idegenbe, bye week 5. héten korán van, utána kemény menetelés vár rájuk. Irány Cincinnati, megint csak rangadó mérkőzés. Arizona, Cleveland, Baltimore-ba utazás, Washington, Los Angeles Rams, San Francisco hálaadáskor. Oké, okay. Utána irány Dallas, majd irány San Francisco, majd jön a Philadelphia. Hát itt ezek érdekes hetek lesznek. Utána mennek Tennessee-be, végén Pittsburgh és Arizonában zárul az alapszakasz. Tehát így játékerő alapján azt mondanám, hogy a Seattle-nek egy legmagasabb győzelmi számot kellene összehozni az egész NFC-ben, de hát így a sorsolást elnézve itt azért bőven találok meccset, ahol azért kiszabad kapni. Úgy annyira azért nem vennénk őket elő, hogy most miért nem sikerült nyerni. Szóval ebből a menetrendből azért akármelyik csapat nem tudna pozitívat csinálni, de a rangadón sem kötelező kikapni, abból nyernek egy párat, és az biztos, hogy az NFC-ben nincs 7 jobb csapat, mint a Seattle, szóval tuti playoffot várok. És ezeknél a 8,5 győzelmes csapatoknál, hát ugye billegni szokott a döntés, hát főleg az AFC-ben, de itt nekem abszolút nem billeg, tehát itt be kell jutni. Az NFC döntő is könnyen elképzelhető egyébként, de hát ott látom a tetejét igazából itt a menetelésnek, mert még egy-két rossz meccsepon túl lehet pörögni, de azért hármon nem. Sok hasonló erejű van az NFC-ben az Eagles mögött, őket azért muszáj az első helyre rakni, de az, hogy mögöttük ki lesz a második, hát az akár lehet a Seattle is az én szememben. Szóval ahhoz képest, hogy itt egy konferencia döntőt vizionálok mondjuk, elég mélyen van a fogadási vonal. Úgyhogy simán rámondom, hogy over. Tehát ezt meg kellene csinálni, 2 számjegyű győzelmet meg kellene csinálni. 9,5-re is rámondanám, hogy fölé. 10,5 az már azért ott húzós, de hát még így azért bőven nyersz. Ugye, meg a csapat is fog egyébként. Úgyhogy újra itt vagyunk, körbeért a világ, újra kezdődik minden. Seattle Seahawks a liga egyik legizgalmasabb, legfiatalabb és kiváló erőkből álló csapata. Várom a meccseiket.
végeztünk itt mára. Kettő csapat maradt csak hátra. Aha, közte az egyik, az lehet, hogy lendő bajnok. Még hátra van, úgyhogy azokat is majd lepörgetem. Hú, ezzel a nyíves holofén meccses valami majd kezdenem kell, még mielőtt kezdődik a nagy üzem, majd ugye 10-én, 11-én. Úgyhogy hát maradjatok itt a csatornán, aztán majd látjátok, hogy milyen sorrendben mikkel folytatódik a műsor. Lesz miről beszélni most már, mert hát nem tényleges futball, hanem futball imitálás már zajlik majd a Gyepen. Úgyhogy azt meg azért csak muszáj megnézni. Várat titeket a folytatásra, már ennyi. Szevasztok! Gino, mivel telik a holt szezon? Ünnepelünk, mulatunk, szórakozunk. Evés-ivás. Visszanézted már a Seahawks csoportmeccseit? Persze, jók a programok, minden jó. Csak sok köcsög van. Miért nem tud a többi irányító olyan jól teljesíteni, mint ahogy te? Nem nagyon jó a biztonság. Te a faledzők hibája? Kevés az ember. Milyen ember? Tud, biztonsági szervezet kevés nagyon. Rosszul van megcsinálva nagyon. Sok hibával játszanak? Persze. Vannak rossz emberek mindig. Rossz emberek vannak. Rosszakat el kell ítélni. Ja. Rosszakat el kell ítélni. Akik bűnösek, szenvedjenek. Az a szeretet ünnep, ez a majális. Mindenkit szeretsünk, békében éljünk. És nem szabad rossz indulatúnak lenni, mert elég sok a rossz indulatú ember sajnos. És nagyon sok a veszedelem, ami már oda kéne figyelni sok embernek. Ezért hosszabbítottál szerződést relatíve olcsón? Hát most nem itt jelenleg, ami a infláció folyik itt ebben a rendszerben. Most itt szeretni kell ünnepkor, szeretni kell az embereket, a népeket egymást. Mindenki egyért, egy mindenkiért. Köszi. Köszönjük szépen, jó. Gino. Mikor lesz benne? Szerintem nem soká. Beállítom premiernek.